Lőrinc Tamás vagyok, olimpiai bajnok birkózó. Ma életem legnagyobb ellenfelével készülök megbirkózni egy múzeumban. Hiába, mégiscsak a ló a legelegánsabb közlekedési eszköz. Nem véletlen, hogy a 19. század fene gyereke Blaskovics Ernő kincsem tulajdonosa is rajongott a lovas sportokért. Ez itt a Blaskovics kúria. Még hogy egy múzeum nem izgalmas, akkor miért vagyok egy oszlophoz kötözve ebben a szegedi múzeumban? Lőrinc Tamás, gépkocsi vezető, szolgálatra járkedem. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Milyen elegáns ma! Na, igyekeztem. Sűrűje a nagyon magyar közlekedésnek a legjellemzőbb darabja. 30-as éveknek az egyik legszebb magyar ipari formatervezésű járműve, és egyik leggyorsabb magyar vasúti járműve volt. 3 órán belül elérte Bécset. Múzeumok éjszakája. 20 éve a legnépszerűbb egy éjszakás kaland. Meg tudjuk nézni, hogy melyik a jó és melyik a rossz. Teljesen más. Tehát gyakorlatilag egy másodperc alatt érzékeli a vasutas, hogy ezzel valami gond van. Június 25-e, múzeumok éjszakája. Az éjszaka, amikor minden életre kell. Kincsem is így megtűrt volna a hátán, ahogy Mátyás tette. A Kincsem is nyilván egy temperamentumos ló volt, hiszen 54 versenyből 54-et megnyert. Légy te is időutazó, irány a múzeum! Köznemesi ember lettem, szervírozzák nekem a teát. Újra gombolt hagyományok a múzeumok éjszakáján. Tönkre tudom tenni? Igen. Ja, akkor nem. Boszorkányt fogunk égetni téged. Kérlek, fáradj fel a mágiára. Boszorkányban! Június 25-e, múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.